ez a Hazatalálok című lemezen bemutató, és az, hogy hanyadik, az most ki kéne számolnom, emlékeim szerint a 14. vagy a 15., mert már annyi van, és olyan hosszú az élet. Hát az ihletés, az a válásom volt, és mások története is belekerült. Hát úgy dolgoztam, hogy nyilván a saját gyógyulásom volt az első cél, de sosem csak saját, tudod. Ez most már ennyi dalszerzői munka után nagyon világos számomra, hogy ami a mélységekben én lejárok dalnak való anyagért, az már végül is egy ilyen közös, tudattalan tocsogás, és ott már valaki járt előttem, tehát már mindenki valahogy így vagy úgy, de elvált, vagy elhagyott, vagy ezek az élmények megvannak másokban is. Szóval, hogy egyre azt érzem, ahogy így megy előre a korom, meg a pályám, hogy valahogy olyanokba sikerül nyúlni, olyan témákba, ami tényleg egy nagyobb közösségnek az ügye. És azért döntöttem úgy, hogy nem csak a saját történetem konkrét elemeivel dolgozom, hanem rengeteg történetet gyűjtöttem, konkrétan interjúztam férfiakkal, nőkkel. A férfiakat azért is mondom külön, mert őket kevésbé ismerem. Szóval a nők, egyrészt én is nő vagyok, nagyon sok nővel beszélgetek. Nagyon sok férfival is, de konkrétan fókuszáltam ezeknek a témáknak a mentén, ezért nagyon jó volt végigkérdezni őket, és annyira jókat mondtak. Egyet, ahogy megnyíltak nekem, ez egy olyan csoda volt. Maradt a fiókban dal. De jó, hogy ezt most kérdezed. Ugye 11 dal született meg, és azt hiszem 30 volt az első lista. Abból aztán van, ami csak dalcím, de az fontos, mert az már egy téma. De azért vannak vázlatok, még hangfelvételek is. Van egy duó Jenővel. Sok-sok-sok téma, hát tehát ez egy nagy dolog, tudod, a kapcsolat, abba hagyása. Mégis bármiről lehet ott beszélni. Majd a következő lemezre. Ezúttal a műhely munka egy picit rövidebb volt, és ennek szerintem az is volt az oka, hogy én valahogy ezt a módszert így megtanultam jól átadni azoknak, akikkel dolgozom, és jobban is bíztam bennük. Tehát, hogy az, hogy az első próbán itt távoztam, az azt is jelentette, hogy úristen, ezek olyan zenészek, akik úgy fogják megtermékenyíteni az én ötleteimet, meg az én dalvázlataimat, hogy abban nem lesz kérdés. Kellett azért persze, mert hát az, hogy a dal mi legyen, azt én tudom, mert én tudom tudni. De az, hogy ők pontosan hogyan fogalmazzák, milyen eszközökkel, az meg az ő dolguk. És nagyon nagy bizalom, meg valahogy azt tudnám mondani, hogy szeretet van köztünk. Tehát amit mondtam, hogy egy ilyen best ever stúdiózás élményünk volt, pedig azért nem ma kezdte senki a zenélés, maga a stúdiózás, az mutatja, hogy egy ilyen nehéz téma, ami elvileg sok fájdalomból születik, valamintha ezzel egyenes arányosan emelt volna meg minket, és egy ilyen szeretetből és zenéből álló buborékban léteztünk. Igazából hónapokig, körülbelül 3 hónapig, és a stúdióban meg aztán 5 napig, ami igazából olyan, mint az életnek egy ilyen ajándéka. Már önmagában a felvétel az egy a hajélmény volt, tehát ez nagyon durva volt. Aztán amikor kijött, és emlékszem, ritka pillanatok egyik, hogy volt egy napom otthon egyedül, és meghallgattam, hát az aztán az aha, aha. És hát, hogy a feldolgozásom, hát ez a feldolgozásom folyamata maga. Tehát, hogy ez önmagában gyógyító, és olyannyira, hogy én arról, hogy erről azóta én beszélek, meg tartok előadásokat, meg tanítom magát ezt a dolgot, hogy az alkotói folyamat, a kreativitás, az krízis helyzet idején mennyire segít. Ott van a szarkupac, nevezzük mézes kalács tésztának, mégiscsak itt a karácsony, és elkezded így gyúlogatni, meg mindenfélét kirakni belőle, és hogy egyszerűen ez a kreatív folyamat. És hogy ahelyett, hogy így sajnálnám magam, és elsüllyednék benne, pedig azért válni nem könnyű, azért azt de sokkal jobb ahhoz nyúlni, hogy elkezdesz vele valamit csinálni. És ugye az én kedvenc mondásom az egyik kedvenc mesteremtől, hogy egy lényeges különbséget ismerek sikeres és kevésbé sikeres emberek közt. A sikeresek is ugyanolyan szarul érzik magukat, csak kezdenek vele valamit. Most úgy elfutnék mindent, itt hagynék, csak csönd legyen. Mint egy tűzött vad, két rég hajszolnak lábam, nem fárad el.
ittam semmit, én nem iszom, de hát próbálok egy szomorú lemezt előadni, mert ezek az állatok így játszanak. Bocsánat, de állatok, az nálam bók. Gerzsa János. Lisztes Jenő. Orbán György. Círják Tamás. Szokolai Dongó Balázs. Sándor Albert. Jó Istenem, mi lesz így velünk, pedig még bele se kezdtünk a lemezbe, de most belekezdünk. Látjátok, született egy új csapat, és néhányan maradtak, néhányan mentek, van ez így néhányunkon. Van, aki marad, van, aki megy. Van a Vörös Sándornak egy verse, az a cím, hogy Soha vissza. És az egy nagyon-nagyon kedvenc versem amúgy is. Amúgy is én mindig előre megyek, és hát ebben a kontextusban is igaz, hogy nem mennék soha vissza. Kínom olyan kerek, égi tiszta, mondja ő. És tényleg ezért ennek volt egy nehéz fázis, és ja, hogy elváltam ezt talán így, tudjátok? És... De van rengeteg nyeresége is, szóval így is lehet keretezni ezt. Én nem mondom, hogy mit kell csinálni, mit csináljatok, én azt mondom, hogy én mit tanultam abból, ami velem történt, vagy amit én csináltam. Hát hazataláltam egy újabb szinten. Nem tudok mit mondani, mert ez tényleg az is az volt annak idején, az is egy hazatalálás, de ez másfajta, egy felnőttebb, teljesebb, érettebb, tehermentesebb. Talán. Na jó, hazatalálok én. Ez a dal következik.
hozott a lálok ég. Hozott a lálok ég. Hozott a lálok ég. Thank you.
virág, szárasságot úgy tűr, és százféleképp győzi meg magát. Nem tudom már, hogyan kérjem, korán reggel keljen fel, de azért csak ő a férjem, és amúgy egy jó ember. Elvette már az ő eszét, a sok bor, meg a kender, de én csak fogom a kezét, mert ő amúgy egy jó ember. Én vagyok a feleséges, igaz ugyan, hogy megver, ez az apja öröksége, de ő amúgy egy jó ember. Kötelesség, de ő amúgy egy jó ember. Cirokázni nincs ideje, s lenyom, mint az úthenger. Nincsen vége, se eleje, de ő amúgy egy jó ember.
és akkor most jönnek a férfiaktól gyűjtött történetek összegzése. Jóra való nő, jó? Halljátok-e, mit hallottam, elmondjam, vagy elhallgassam. Férfiak, kik párjaiktól távolodnak csendben lassan. Szerettek ők hőn valaha, nőjük volt, nekik nyílt virág, s most az el nem mondott bánat éles kisként húsukba vág. Az utamon sírok, nevetek, vezetek,
Abi gerjedelem van, azt hiszem, valamelyik hangnál. Börtön ablakában egy gyermeke karácsok, azokon át csak is világ szeleteket látok. Egyszer innen elszököm majd, éltet ez a jó hír.
mielőtt felakaszt az anyakezű hói. Család börtön ablakában, gyermekek, arácsok, azokon át csak is világszeleteket látok. Egyszer innen elszököm majd, érted ez a jó hír. Még mielőtt felakaszt az anyakezű hóhér. Jön a réatává, tájó réatává, tájó réatává, tájó. Azt hittem, e két kar már nem engedem, és most újra poklot járok hirtelen. Miért kell ennyi bugyrát látnom szüntelen? Miért kell ott a mélyben sírnom? Azokon át csak is világszeleteket látok. Egyszer innen elszököm majd, éltet ez a jó hír.
az anyakezű hó. Nem mondhatom el most neked, elmondom hát mindenkinek, mégsem mondom mindenkinek, legyen ez csak a te éneked. Megtisztulni arra vágyom, és most kicsit gondolkodom, nem találok jó szavakat, de hálámat eldadogom. Volt szeretőm, én most szívből megköszönök mindent neked, vért és könnyet, eget, földet, s legvégül a gyermekeket.
keserűn édes tudás. Hogy semmi sem tart örökké, születés van és meghalás. Mint ahogy a kopasz ágon egyszer újra rügy fakad, a sanyarú zord délután rám köszönt az új tavasz. I love it.